8 hónap alatt teljesen megújult Csurgó történelmi óvárosa. A Szentlélek templom környékén lépcsők és járdák is épültek, valamint a jövőben utcabútorok teszik hangulatosabbá a környéket. Az átadón Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője a felújítás jelentőségét hangsúlyozta. A Csurgó óvárosának a közepén vagyunk, egy árpádkori templom mellett vagyunk, és azt gondolom, hogy egy ilyen 1000 éves örökségnek a középpontjában lehet a jövő 1000 évről is álmodni. A fejlesztés során az egykori TSZ épületből egy 21 ágyas szálláshelyet alakítottak ki, valamint konferencia és kiállító teret építettek. Az új létesítményt pedig élettel is megtöltenék, így a kézműves foglalkozások és régi mesterségek bemutatására is lehetőség lesz. Füstös János, a település polgármestere, a turizmus fellendülését reméli a beruházástól. Összesen 535 millió forintos támogatást kaptunk az Európai Uniótól, és a saját forrással együtt közel 600 millió forintos fejlesztést tudtunk megvalósítani, de tulajdonképpen egy történelmi park jött létre, 10 állomáshelyből álló történelmi park, a honfoglalástól az ország három részre szakadásáig. A beruházás nem csupán egy turisztikai attrakció, hanem munkahelyeket is teremt a településen. Ráadásul egy ilyen turisztikai látványosság befektetőket, vállalkozókat is a településre vonzhat, mondta a polgármester. Elsimon László kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár pedig azt hangsúlyozta, nem csak az ide érkező vendégeket, hanem a helyieket is kiszolgálja a történelmi park. Akkor láthatnánk, hogy egy nagyon klassz kis tematikus parkkal, egy favárral bővült ez az egész rész, tehát turisztikai szempontból és a helyi gyerekek játszási, foglalkozási lehetősége szempontjából is egy értékes ingatlannal bővült Csurgó város közössége. A csurgói városvezetés abban bízik, hogy a beruházásnak köszönhetően egész évben érkeznek majd vendégek a településre. Ehhez természetesen színes programokat is biztosítanak majd.